Aprók és nagyok, elegánsak és fegyelmezettek, szeretnivalók és kíváncsiak. A nemzetközi találkozóra igazi egyéniségek érkeztek, hogy szépségüket és tudásukat számos kategóriában mérjék össze. Ezeket a kutyákat fel kell készíteni erre a megmérettetésre. Csak annak a kutyának van esélye, ha gyönyörű is, amelyik pontosan végre tudja hajtani azokat a feladatokat, elvárásokat, amit itt a körbe kell. Tehát gyönyörűen beáll, gyönyörűen mozog, úgy mutatja magát, hogy mindenki azt lássa, hogy ez a kutya élvezi azt, amit csinál. Ez az úgynevezett ring dresszúra, amelynek eredményét ezúttal Szombathelyen szemlélhette a közönség és persze az ellenfelek. Csík Pál Jászberéből érkezett Leonbergi kutyáival. Igazából ezek terápiás kutyának használják nagyon sok helyen, mozgássérültek mellé, gyerekek mellé ajánlott, és hát igazából társasági kutya, valamikor pásztorkutya volt egyébként, csordák őrzésére használták. A leonbergiek eddigi számos díjuk mellé újat is szereztek ezen a versenyen, ahogyan a szombathelyi Doberman pár is. Borzasztóan boldogok vagyunk, ilyenkor nehéz megszólalni, mert még egy kicsit dobog a szívem, de nagyon büszkék vagyunk rájuk. Erre számos gazdának nyílt még lehetősége a verseny alatt. Mester Virág junior felvezető kategóriában második helyet nyert, kékszemű ausztrál juhászával. Ők az egyetlenek, akik tényleg jobban szeretik az embert, mint saját magukat. Ez többi állatról és egyikről sem mondható el. És ahogy hálásak tudnak lenni, amit teszünk értük, az nagyon látszik rajta, és nagyon szépen kimutatják. A nemzetközi verseny két napja alatt több száz négy lábú versenyző lépett porondra. Kaptak díjat a különféle kor és fajta csoportokba tartozó ebek, versenyeztek kutyapárok, de tenyésztési nagy díjat is kiadott a zsűri a találkozón.